pörög, forog, mindegyik. Sziasztok! Ez itt a Toma Konyha YouTube csatorna, és a mai étel egy barbecue császárhús lesz, kétféleképpen elkészítve. Az egyiket egy hagyományos, klasszikus, basic rabbal készítem, a másikhoz viszont csinálok egy szecsuáni rabot, tehát egy ilyen ázsiai beütést kap majd a kis barbecue császárhúsunk. Ehhez először is elkészítem a rabot. A szecsuáni rab alapját a kínai ötfűszer keverék alkotja, ami csillagánisból áll. Elég sok csillagánis, fahéj, édes köménymag, szecsuáni bors, mi más, és szegfiszeg. Ez a kínai ötfűszer keverék. Ez alapja a legtöbb ázsiai, kínai ételnek. A kutyák meg ugatnak odakint, se baj. Szóval először is ezt készítem el, aztán ehhez majd ugye természetesen só, barna cukor, kap még egy kis borsot pluszba. Ez szárított narancshéj, de ez helyett lehet szárított citromhéjat is használni, éppen mi van otthon. Nekem most ez volt. Természetesen ázsiai fűszer, chili, de nem ez egész. Ez egy kis kompakt kiszerelés egy koreai chiliből, amit általában kimchihez szoktam használni, de nagyszerű lesz a rabba. Na meg, hát tudom, hogy ettől sokan sikítófrász kapnak, de hát nem tettek róla. Monoszódium glutamát, azaz ízfokozó, de természetesen ezt ki is lehet hagyni. Akkor most csapjunk bele a készítésbe. Először is jöjjön az öt fűszer keverék. Beállítjuk a fölülnézeti kamerát. Úgy. És showtime. Kezdjük azzal, hogy egy fűszer örlőbe. Szóval a fűszer örlőbe teszek mondjuk egy 5 darab csillagánist. Teszek bele egy fahérudat, szecsuáni borsot, mondjuk két evőkanállal, hides köményből egy-két evőkanállal, úgy, és a szegfűszegből, abból mondjuk nem olyan sokat, mondjuk egy ennyit. Ezt most megőröljük. Micsoda illatok. Oh. Egyszer beleszórjuk. Nem túl finomra, nem porszerűre öröltem, mert mégiscsak rabot készítünk, úgyhogy kicsit egy ilyen kicsit durvábbra nyomattuk. Fűszer örlőt még nem teszem el, mert beledobom még a maradék szecsuáni borsot, ami kb. Egy evőkanálnyi. A színes borsból is teszek egy két evőkanálnyit, akkor ugye a narancshéjból szintén. Ennek egyébként van egy kicsit, szóval ez egy kicsit ad egy kis kesernyi és citrusos keleti plusz ízt hozzá. Azt hiszem, hogy még mehet bele a édes kemény magból. Betesszük a kést, és megy az örlőbe. Na, itt a többi hozzávaló. Alakul a kis rabunk. Kerestem a kis mérőkanalamat, amivel kimérek két evőkanál sót, két evőkanál barna cukrot, most jön a csili, amivel egy csapott evőkanállal tolunk bele. Ez a koreai csili, ez nem egy túl erős csili, ez kb. Félúton van a nagyon csípős, ez a madárszem csili, meg amit mi ismerünk úgy általában csiliként. Hát nagyjából valahol ott van a mi csípős piros paprikánk szintjén, talán egy kicsit csípősebb. Akkor jött egy kis MSG, egy csapott evőkanállal, és természetesen
kínai fűszerkeverékből nem hiányozhat a fokhagyma, amiből egy-két evőkanállal beletolunk. Hű, ez baromi jó lett. Na. Szóval kész van a kis szecsuáni rabunk, tökéletes. Amikor meg lehet kóstolni ízlés szerint, esetleg még lehet beletenni egy kis cukrot, ha azt akarjuk, hogy jobban karamellizálódjon, vagy elhagyhatjuk ugye a nátriumglutamátot belőle, tehetünk hozzá akár egy kis gyömbért, vagy tulajdonképpen bármit. Ez az én szecsuáni rabom. Először próbáljátok ki ezt, aztán mindenki az ízlése szerint tud variálni. Én most ezt egy szimpatikus szóródobozba beleöntöm. Így, kész. Készen áll a rabotásra.